A június 10 és 11-e között sorra kerülő Székesfehérvár rallival már a negyedik állomásához érkezik az idei rally bajnokság. A versenyzők a szombathelyi Murva futam után ismét aszfalton mérik össze az erejüket, ráadásul igen rövid idő, mindössze 3 hét állt a csapatok rendelkezésére, hogy visszaalakítsák az autóikat Murváról aszfaltra, illetve hogy elvégezzék az ilyenkor szükséges revíziókat a versenygépeken. Szombaton 40 gyorsasági kilométer várt a 46 páros számláló első osztály mezőnyére. Az Árkipuszta, Csákberény és a Kincses bánya szakaszokon 2-2 alkalommal autóztak a pilóták és navigátoraik, majd a nap végén még egy 1,5 kilométeres szuperspeciált is teljesíteniük kellett Székesfehérvár belvárosában. Ez utóbbi nem számított bele a verseny értékelésébe, hanem amolyan közönségcsalogató sóelemként került be a programba. Hát igen, eddig a mai napon nem volt túl sok gyorsági, 4 darab volt összesen, de minden 4-et sikerült megnyernünk. Az első gyorson próbáltam minél hamarabb felvenni a ritmust, és úgy gondolom, hogy ez nagyjából sikerült, bár ott 1-2 hibát azért elkövettünk az elején. És utána ugye leesett az eső, ott pedig próbáltunk minél nyugodtabban és minél okosabban versenyezni ezen a Csákberényben és ezen a Árkipuszta gyorsaságon. És utána elkezdett megint felszáradni az út, és gyorsultak a pályák. Egyre jobbak voltak a körülmények, és úgy gondolom, hogy tudtunk gyorsan menni. Nagyon izgalmas, kalandos verseny volt, mivel nem vártuk az esőt. Nézegettük az előrejelzéseket, ilyen 10-20%-ra mondogattak esőt. Felraktuk a kemény slicket, aztán leesett a második gyors elején. Hát ez olyan volt, mintha égen autóztunk volna körülbelül. Nagyon féltünk. Folyamatos ballábfékelés volt, ahhoz képest nem is mentünk olyan rossz időt azon. Ott a mezőny egy kicsit szét is szakadt. Ott tudtuk ezt a második helyet igazából így egy kicsit megőrizni, mert az utána való kettőn egy kicsikét lassabban jöttünk a kelleténél. Slickkel, ilyen kemény gumival még sosem mentem vízen, úgyhogy legalább ezt is egy kicsit szoktuk, hogy ezzel hogy lehet közlekedni. Azért ezt nem annyira kívánom senkinek. Nem igazán akar megállni a kocsi, meglépi az ember a féket, és inkább gyorsul, mint hogy lassuljon. Nincs túl nagy magyarázat, bátortalan voltam, nem volt meg az önbizalmam. Ráadásul nagyon nem is ijesztettem magunkra, tehát még az se volt, hogy valami olyan szituációba keveredtünk, ahol esetleg elment volna az önbizalmam. Egyszerűen nem mentem jól, az autó teljesen rendben volt, mindenki slick abroncsokon volt, kint száraz időre való abroncsokon, és menet közben szakadt le az égalja. Én magam egyszerűen nem mentem jól ezen a mostani pályán így, és ez a nagy különbség, ami kialakult a riválisainkkal szemben az első napon, ez egy gyorsaságin történt, és egy gyorsaságin sikerült összeszednünk.